Régi mesékre emlékszel-e még? Volt egyszer rég, volt egyszer rég. Szép tavaszon ragyogott fenn az ég, volt egyszer rég, egyszer rég. Ó, hogy miért nem mesélsz már nekem? Boldog idők soha nem feledem. Hallani vélem a hangodat még, Volt egyszer rég, egyszer rég. Fülemüle villa. Isten veled, drágám! Isten veled, édesem! Elix Martin áthajolt a kis léckapun, nézte távolodó férjét, amint végigment az úton a falu felé. Nem sokára kanyarhoz ért, és eltűnt szem elől, de Elix még akkor is ott maradt, szórakozottan simítgatta dús barna hajának egy fűtjét, amelyet arcába fújt a szél. Ábrándos tekintete elkalandozott. Mrs. Martin nem volt szép, sőt, igazából még csinos se volt. Arca azonban most úgy ragyogott, vonásai úgy meglágyultak, hogy hajdani hivatalnok társai aligha ismertek volna rá. Ők Miss Elix Kinget ismerték, aki pedáns, pontos, ügyes, fiatal teremtés volt, modora kis száraz, kis szögletes, megbízható munkaerő és tárgyilagos ember. Elix keserves iskolát járt ki. 15 esztendeig 18-tól 33 éves koráig gyors és gépíró női fizetéséből tartotta el magát, és sokáig súlyosan beteg édesanyját is. A létért folytatott küzdelem keményítette meg lányos arcának lágy vonásait. Igaz, volt érzelem is az életében, ha annak nevezhetjük. Dick Windy a kollégája. Eriksa a szíve tudta, hogy Dick szereti, pedig a fiatalember soha nem közeledett hozzá. Dick szerény fizetéséből nagy ügyjel, bajjal tudta csak tanítatni az öccsét. Házasságról egyenlőre nem is álmodhatott. És egyszerre csak, csodával határos módon, Elix megszabadult a mindennapi robottól. Egy távoli rokona meghalt, és a pénzét, néhány ezer fontot ráhagyta. A lány számára ez maga volt a szabadság, az élet, a függetlenség most már nem kell tovább várniuk Dickkel. Dick Windyford azonban különösen viselkedett. Szavakkal eddig sem vallotta be érzelmeit Elixnek, s most, ha lehet, még tartózkodóbbá vált. Kerülte a leányt, mogorva lett, komor. Elix hamarosan rájött az okára. Ő jó módú nő lett, és Dick büszkesége és ízlése tiltja, hogy ezek után feleségül kérje. Ez csak még kedvesebbé tette Elix szemében a fiatalembert, és már-már azon törte a fejét, hogyan ragadhatná magához ő a kezdeményezést, amikor újabb csoda történt vele. Megismerkedett Gerald Martinnal, és egy hét múlva eljegyezték egymást. Elix mindig hűvös, józan teremtésnek ismerte magát, slám. Gerald mégis egy szempillantás alatt levette a lábáról és ezzel akaratlanul is megtalálta a módját, hogyan ébresze fel régi hódolójában az alvó oroszlánt. Dick Windiford dühében, elkeseredésében, féltékenységében alig talált szavakat, amikor rárontott. De hiszen egy hete még azt se tudta, hogy ez az ember a világon van, nem tud róla semmit. Annyit tudok, hogy szerelmes vagyok bele. Hogy tudhatja egyetlen egy hét után? Nincs mindenkinek tizenegy évre szüksége ahhoz, hogy ráébredjen, szeret valakit, mondta hűvösen a lány. Dick elsápadt. Amióta megismertem, első perctől fogva szeretem Elix. Azt hittem én sem vagyok közömbös magának. Elix becsületes lány volt. Én is azt hittem, vallotta be. De csak azért, mert akkor még nem tudtam, mi a szerelem. Dick nem hagyta annyiban kért, könyörgött, még fenyegetőzött is. Fenyegetéseinek tárgya az idegen férfi volt, aki kiütötte a nyerekből. Elix döbbenten látta, hogy a nyugodt felszín alatt tűzhányó fortyog, sőt, kitörni készül. És ő még azt hitte, hogy ismeri ezt az embert. Gondolatai most visszatértek erre a jelenetre. Most, hogy a napfényes délelőttön a villa léckerítésének kapuján könyökölt. Egy hónapja házasok Geráldal, aki a világon mindennél többet jelent neki, és ő mesébe illően boldog. Mesésen, ám mégsem tökéletesen. Tökéletes boldogságát egy szemernyi aggodalom keserítette meg, és ennek az aggodalomnak Dick Windiford volt az oka. Amióta a férjhez ment, háromszor is meglátogatta ugyanaz az álom. A környezet mindig más volt, de a lényeg azonos, Férje holtan hevert, Dick Windyford ott magasodott fölötte, ő, Elix pedig tisztán és világosan tudta, hogy a végzetes csapás Dick kezétől származott. De akármilyen borzasztó volt ez, volt még borzasztóbb is az álmában. Illetve borzasztónak érezte, amikor felébredt, mert álmában tökéletesen természetesnek tetszett, ő, Elix Martin örült, hogy a férje meghalt hálásan tárta karját a gyilkos felé, olykor még köszönetet is mondott. És az álom mindig ugyanúgy végződött, látta magát Dick karjában. Álmát nem említette férjének, de titokban sokkal jobban megzavarta, mint amennyire bevallotta önmagának. Vagyon figyelmeztetés volna? Figyelmeztetés, hogy őrizkedjék Dick Windy Fordtól. Éles telefoncsengés riasztotta fel gondolataiból. Bement a villába, felemelte a kagylót. Hirtelen megtántorodott. Meg kellett támaszkodnia, hogy elnéssék. Mit mond? Ki beszél? Elix, mi van magával? hallotta a telefonból. Szinte meg sem ismerem a hangját. Dick vagyok. Igazán? Dick, hol, hol van? A fogadóban vagy maga talán azt sem tudja, hogy a falujukban fogadó is van. Szabadságon vagyok erre felé néhány napig. Mit szólna, ha este beugranék magukhoz vacsora után? Nem, mondta Elix élesen. Nem jöhet el. Kis hallgatás. Elnézését kérem, mondta Dick mereven. Természetesen nem akarok alkalmatlankodni. Elix erőt vett magán. Dick bizonyára különösnek találja a viselkedését. Különös is, rémes állapotban lehetnek az idegei. Csak az a baj, hogy ma este nem érünk rá. Ö, nem tudna eljönni holnap vacsorára? dik azonban nyilván észrevette, hogy hangjából hiányzik a szívélyesség Nagyon köszönöm, de nem igen érek rá. Isten vele elix. Elhallgatott, aztán sietősen hozzátette. Minden jót, kedvesem. Elix megkönnyebbülten tette le a kagylót. Nem jöhet ide, nem szabad ide jönnie, mondogatta magában. Ó, milyen ostoba vagyok, valósággal megbolondítom magamat, de azért örülök, hogy nem jön el. Felkapta az asztalról széles karimájú szalmak és visszament a kertbe. Megállt, és egy pillantást vetett a tornác fölött ékeskedő feliratra, fülemüle villa. Milyen fantasztikus név, mondta Gerardnak egyszer, még mielőtt összeházasodtak. A férfi nevetett. Te, kis városlakó, ölelt át szeretettel. Valószínűleg még soha életedben nem hallottál fülemülét, de én örülök neki. A fülemüle ugyanis csak szerelmeseknek énekel. Majd együtt hallgatjuk nyári estéken a mi puha kis fészkünkből és amikor eszébe jutott, hogy hogyan hallgatták azután a csalogány énekét, Elix boldogan elpirult. A fülemüle villára Gerald talált rá. Izgatottan sietett Elixhez. Megtalálta az igazi, nekik való házikót, valóságos gyöngyszem. Ilyen szerencse csak egyszer érheti az embert. Igaz, hogy az Isten háta mögött épült, két mérföldnyire a legközelebbi falutól, de maga a ház gyönyörű. A régi világból való mesebel ilyen ódon, és mégis modern fürdőszobája van, melegvíz, villanyvilágítás, telefon. És amikor Elix is meglátta a házat, az ő szívét is nyomban rabulejtette. De a tulajdonos egy gazdag és bogaras öregember nem volt hajlandó bérbe adni a házat, csak eladni. Gerald Martinnak tisztes jövedelme volt, de a tőkéjéhez nem nyúlhatott. Mindössze ezer fontot tudott előteremteni. A tulajdonos három ezret kért. Elix azonban nem volt hajlandó lemondani a villáról, az ő kötvényeit könnyen pénzé lehetett tenni. Övék lett hát a fülemüle villa, és Elix soha egy pillanatra sem bánta meg a dolgot. Igaz, a személyzet nem rajong a kies falusi magányért, pillanatnyilag épp nincs is személyzetük, Elix azonban valósággal kiéhezett a házi asszonykodásra, és mérhetetlenül élvezte, hogy finom vacsorákat főzhet férjének, és sűröket foroghat a saját házában. A gyönyörű virágos kertet egy öreg ember gondozta, aki hetente kétszer jött fel a faluból. Elix megkerülte el a házat, és nagy meglepetésére épp az említett öreg kertészt pillantotta meg, amint a virágágyak között buzgolkodott. Azért csodálkozott, mert az öreg mindig hétfőn és pénteken jött, aznap pedig szerda volt. – Mi az, Thomas? Hát maga mit csinál itt? – kérdezte Elix. Az öreg ember kuncogva felegyenesedett, és megbökte ócska sapkáját. Na, gondoltam, hogy elcsodálkozik majd a nagysága. De hát a dolog úgy volt, hogy pénteken a földesúrnál mulatság lesz, s mondom magamba. Azt mondom, Mr. Martin, meg az asszonykája, tán csak nem vesz ha egyszer éppenséggel szerdán jövök el péntek helyett. Persze, semmi baj, mondta Alex. Meg aztán gondoltam, folytatta az öreg mivel hogy a nagysága elutazik, hát jobb lesz, ha megtudakolom, milyen virágot szeretne a kerítés mellé, mert hogy ugye hosszú ideig el lesz. De hiszen én nem utazom el. Thomas rábámult. Hát nem tetszik hónap Londonba utazni? Nem, bizony. Honnan veszi ezt? Az öreg ember a válla mögé Találkoztam tennap az úrral a faluban. Ő mondta, hogy elutaznak Londonba hónap, és nem is tudja, hogy a nagysága mikor jön haza. Butaság, nevetett Elix. Biztosan félreértett valamit. De azért csak elgondolkozott, vajon mit mondhatott Geráld, amit az öreg ilyen furán félreértett. Vég, hogy Londonba. Hm, biztosan félreértettem, bólintottam az békésen. Pedig hát Ugyancsak világosan megmondta az úr. no, én ugyan nem bánom, hogy itt maradnak. Nem igen vagyok barátja a sok kószálásnak. Mr. Ames, aki ez a ház volt az előtt, terék, békés, itthon úri úriember volt, amíg csak a fejében nem vette, hogy Londonba költözik. Pedig sok pénzt költött erre a házra. Az a temérdek vízcsap a fürdőszobákban, meg a villany, meg telefon, meg a többi. No, keresztet is vetett a pénzire, mondom. Hanem ő meg azt erre. 2000 fontot úgy megkapok én ezért a házért, mint két penit. És ahogy mondta, úgy is lett. Meg is kapta. Három ezret kapott, mondta Elix mosolyogva. Kétezer volt az, ismételte Tomasz. Beszéltek róla akkoriban eleget. Három ezer font volt a ház ára, mondta Elix. Az öreg legyintett. Azt én ugyan el nem hiszem, hogy Mr. Ames képes lett volna odállni a nagysága elé, és orcátlanul elkérni ezer fontot ezért a házért. Ha, nem is tőlem kérte, mondta Elix, hanem a férjemtől. Thomas megint lehajolt a palántákhoz. Kétezer font volt az ára, nem több, mondta makacsul. Elix nem vitatkozott vele. Tovább ment a kertben, és szedett egy nyalább virágot. Ahogy az illatos csokorral a ház felé igyekezett, észrevette, hogy az út mellett az egyik virágágy szélén a levelek közül egy sötét zöld kis tárgy kandikál ki. Lehajolt érte, a férje zsebnaptára volt az. Kinyitotta a naptárt, és mulatott magában, még végigfutott a bejegyzéseken. Már a házasságuk első napján észrevette, hogy Gerald érzelmes ösztönember létére, különösképpen precíz és módszeres. Mérhetetlenül fontosnak tartotta, hogy az étel mindig ugyanabban az időben kerüljön az asztalra, és menetrendszerű pontossággal osztotta be minden egyes napját. Elix átlapozta a naptárt, és derűsen olvasta el a május 14-i bejegyzést, esküvő elix -el, Szent Szentpéter templom 14 óra 30 csacsikám, suttogta magában gyengéden, míg a naptárban lapozott. Hirtelen megállt. Június 18 a szerda. De hiszen ez ma van. Az aznapi rovadban Gerald takaros, apró betűs írásával ez állt. 21 órakor. Semmi más. <hül> Mit tervez Gerald este kilencre? Tűnődött Elix. Mosolygott magában, és arra gondolt, hogy ha ez is aféle regény lenne, amilyeneket gyakran olvas, a naptár bizonyára szenzációs felfedezés birtokába juttatná. Valószínűleg egy másik nő nevére bukkanna benne. Visszapergette a lapokat. Időpontok, találkozások, rejtélyes megjegyzések üzleti ügyekben, de csak egyetlen női név, az övé. És mégis, amikor zsebre tette a naptárt, és tovább ment a virágaival a ház felé, különös nyugtalanság fogta el. Dick Windyford szavai csengtek a fülében, mintha a fiatalember ott állna mellette, és a fülébe sugná. De hiszen egy hete még azt sem tudta, hogy az az ember a világon van, nem tud róla semmit. Ez igaz. Mert vajon mit tud Geráldról? Végtére is Gerald 40 éves. Negyven év alatt csak voltak nők az életében. Elix türelmetlenül megrázkódott. El kell hesegetni ezeket a gondolatokat. Most azt kell megfontolnia, szóljon-e a férjének Dick Windyford telefonjáról vagy se. Természetesen az is lehetséges, hogy Gerald már is találkozott Dickkel a faluban, de akkor, ha hazajön, nyilván nyomban meg is említés, a dolog magától rendeződik. És ha nem, akkor mi legyen? Ha elmondja Geraldnak, biztosan azt javasolja majd, hívják meg Dick Windyfordot a fülemüle villába. Akkor pedig kénytelen lesz bevallani, hogy maga Dick akart eljönni, és hogy ő egy kifogással elhárította az ajánkozását. És ha Gerald megkérdi, mi oka volt erre, ugye mit válaszolhat? Talán el az álmát? Hiszen csak kinevetné, vagy ami még rosszabb, nyomban látná, hogy Elix fontosságot tulajdonít ennek az ostoba álomnak. Végül, szégyenkezve elhatározta, hogy nem szól egy szót sem. Ez volt az első titka a férje előtt, és elég bizony nagyon rosszul érezte magát. Amikor délben meghallotta, hogy Gerald jön hazafelé, besietett a konyhába, és úgy tett, mintha nagyon sok dolga volna még az ebéd körül, csak hogy ez a varát. Első percben nyilvánvaló volt, hogy Gerald színét sem látta addig, Elix tudta, hogy most már kénytelen, kelletlen, titkolóznia kell. Csak este, az egyszerű vacsora után, amikor ott ültek a töltyfagerendás nappali szobában, valamennyi ablak tárva nyitva, hogy az édes májva illattal terhes lágy esti levegő szabadon járja a szobát, csak akkor jutott Elix eszébe a zsebnaptár. Ide néz, mit találtam a kerti úton, mondta, és a kis naptár ölébe dobta. Most már nincs előttem titkod. Ártatlan vagyok, jelentette ki Gerard. Hát a ma este kilenc órai programod? Az? Gerard egy pillanatra meghökkent, azután elmosolyodott, mintha mulattatná, ami az eszébe jutott. Az bizony, rendezvú egy nagyon csinos kislányjal, Elix, barna haja van, kék szeme, is, a megszólalási hasonlít hozzád. Mellé beszélsz, mondta tettetett szigorral, Elix. Ó, <laughs> oh, dehogy. Az a helyzet, hogy emlékeztetni akartam magamat, elő akarok hívni egy csomó negatívot ma este is, szeretném, ha segítenél. Gerald Martin szenvedélyes fotós volt. Meglehetősen ódivatú fényképezőgépének kitűnő volt a lencséje, és a felvételeit maga dolgozta ki a sötét kamrává alakított kis pincében. <laughs> és természetesen pontosan kilenc órakor kell csinálni, ugratta Elix. Gerald méltatlankodva nézett rá. Drágám, mondta kis gerülten, A leghelyesebb, ha az ember mindig percre pontosan beosztja az idejét. Csak így lehet mindennek a végére járni. Elix egy-két percig szótlanul figyelte férjét. Gerald hátradőlt a karosszékben, lehúnyt szemmel szívta a cigarettáját, fekete fejét hátrahajtotta, simára borotvált arcának szabályos vonala élesen rajzolódott ki a sötét háttér előtt és Elixben valamely ismeretlen forrásból hirtelen felbuzgott a vakrémület, és nem tudott túl rá lenni rajta. Jaj, Gerard, már csak többet tudnék rólad. Férje csodálkozva fordította feléje az arcát. De kedvesem, hiszen mindent tudsz rólam. Meséltem neked az életemről eleget, például a gyerekkoromról. Elix a fejét rázta. Gerard elmosolyodott. Tudom már, mire gondolsz, szerelmi ügyekre. Ha, ah, ti nők, ti mind egyformák vagytok, semmi más nem érdekel, csak a szívügyek. Elix érezte, hogy kiszárad a szája, miközben szinte érthetetlenül motyogta. Igen, de hát biztosan voltak, már mint szerelmi ügyeid. Ha tudnám. Egy-két percig csönd volt megint, Gerard Martin összeráncolta a homlokát. Végül komolyan szólalt meg, nyoma sem volt hangjában az iménti csipkelődésnek. Azt gondolod, Elix, hogy okos ez a, ez a kékszakál hetedik szobája dolog? Igen, voltak nők az életemben, nem tagadom. El se hinnét, ha tagadnám. De becsület szavamra mondom, hogy egyikük sem jelentett nekem semmit. Nos, meg vagy elégedve? Gerard elmosolyodott, azután kíváncsi pillantást vetett feleségére. Nézd, hogy jutottál ma, épp ma, ilyen kellemetlen gondolatokra? Soha azelőtt nem beszéltél ilyesmiről. Elix felállt és nyugtalanul járkált a szobában. Nem is tudom, egész nap olyan ideges vagyok. Különös, mondta halkan mint mintha csak magában beszélne. Nagyon különös. Miért volna különös? Jaj, drágám, le ne a fejemet. Ö, csak azért mondtam, hogy különös, mert általában mindig olyan derűs és nyugodt vagy. Elix mosolyt erőltetett arcára. <laughs> Minden összeesküdött ma a bosszantásomra, mondta. Még az öreg Thomas is azzal a képtelen ötettel állt elő, hogy Londonba utazunk. Azt állítja, hogy te magad mondtad neki. Hol találkoztál vele? csattant fel Gerard. Ma jött el péntek helyett. A vén hülye! Elix döbbenten bámult. Férjének arcát eltorzította a dű. Elix meglepetésének láttán Gerald nagy nehezen nyugalmat erőltetett magára. Igenis, vén hülye, jelentette ki. De mit mondtál neki, hogy ilyesmit gondol? Én? Nem mondtam én az égvilágon semmit. Illetve, uh, aha, igen, emlékszem már, valami gyenge viccet ereztettem meg, hogy Londonban a hely van számos utca, és talán ebből gondolta, hogy elutazunk. Vagy pedig nem hallotta jól, amit mondtam. Uh, te persze felvilágosítottad, hogy téved, igaz? Feszültem várt az asszony válaszát. Persze, de az öreg nem az a fajta, akit ki lehet zökkenteni a kerékvágásból. És elmesélte, hogyan ragaszkodott az igazához Thomas a ház vételárával kapcsolatban. Gerard egy-két percig hallgatott, aztán lassan megszólalt. 2000 fontot kért készpénzben, a fennmaradó ezret jelzálogban. Innen ered a tévedés, gondolom. Egészen biztosan, bólintott Elix. Aztán felnézett, és kicsit gúnyorosan az órára mutatott. Nos, nem indulunk a pincébe, már öt perc késésben vagyunk. Gerard Martin arcára igen különös mosoly telepedett. Meggondoltam magam, mondta nyugodtan. Ma este nem fotózok. Fura dolog az asszonyi lélek. Amikor aznap este lefeküdt, Elix lelke nyugodt volt, elpihent. Átmenetileg veszélyeztetett boldogsága helyreállt, és diadalmasabban ragyogott, mint valaha. Másnap azonban rá kellett döbbennie, hogy titkos erők munkálnak az aláaknázásán. Dick Windyford nem telefonált, Elix mégis úgy érezte, hogy bizonyára az ő hatása érvényesül. Újra meg újra eszébe jutottak Dick szavai. De hiszen egy hete még azt sem tudta, hogy az az ember a világon van. Nem tud róla semmit. És nyomban ezután felrémlett a férje arca, mint az agyába fényképezték volna, miközben ezt kérdezte. Azt gondolod, Elix, hogy okos dolog ez a kék szakál hetedik szobája dolog? Mit mondta ez Geráld? Figyelmeztetés volt a szavaiban, szinte fenyegetés, mint ha azt mondta volna valójában, ne kutassa az életemben elix, mert még csúnya meglepetés érhet. Másnap reggelre meggyőzte magát, hogy igenis volt nagy szenvedély Gerald életében. Van kék szakászoba, amelyet olyan gondosan igyekszik elrejteni előle. Lassan ébredt a féltékenysége, de most már nem lehetett elcsendesíteni. Lehet, hogy most is van másik nő. Vele készült találkozni tegnap este kilenckor? Ez a fénykép előhívási história hirtelenében kitalált ürügy volt csupán. Tegnap reggel még megmert volna esküdni rá, hogy úgy ismeri a férjét, mint a tenyerét. Most úgy érezte Gerald idegen, akiről nem tud semmit felidézte a vén kertész iránti esztelen haragját, amely szöges ellentétben állt szokásos nyugodt úrimodorával. Apróság meg lehet, de ez is bizonyítja, hogy valójában nem ismeri azt az embert, aki a férje. Péntek lévén be kellett szerezni egyet mást a faluban. Délután Elix ajánkozott, hogy lemegy vásárolni, Gerard maradjon csak a kertben de meglepetésére férje hevesen visszautasította, és mindenáron ragaszkodott hozzá, hogy ő maga menjen el, Elix pedig maradjon otthon. Az asszony kénytelen volt engedni, de ugyancsak meglepte, sőt, megrémítette Geráld makadsága. Miért akarja mindenáron megakadályozni, hogy lemenjen a faluba? Hirtelen rádöbbent a lehetséges magyarázatra, és az egyszerűen megvilágította az egész dolgot. Gerald nem szólt ugyan neki, de bizonyára összefutott Dick Windy fordal, hiszen az ő Elix féltékenysége is mélyen aludt házasságuk kezdetén, és csak most ébredt fel. Talán Gerald is így van vele. Talán meg akarja akadályozni, hogy ő viszont lássa Dicket. Ez a magyarázat annyira egybevágott a tényekkel, annyira megvigasztalta Elix felkavart lelkét, hogy most tíz körömmel belekapaszkodott. Délutánra azonban megint elfogta a nyugtalanság. Egy kísértéssel küszködött, amely Gerald távozása után nem hagyta békén. Végül azzal hallgatott el lelkismeretét, hogy férje szobáját egyszer már rendbe kell hozni. Felment hát az emeletre. Portörlőt is vitt magával, hogy fenntartsa a háziasság látszatát. Ha megbizonyosodhatnék, mondogatta magában, ha csak megbizonyosodhatnék, végül engedett a kísértésnek. Szégyenpírban égő arccal bár, de vadul végigutatta a levél és iratkötegeket, kiforgatta a fiókokat, még a férje minden zsebét is. Csak két fiók járt túl az eszén, a fiókos szekrényben a legalsó, meg az íróasztal jobboldali kisfiókja. Zárva voltak. Elix azonban most már elvetette gátlásait. Meg volt róla győződve, hogy a két fiók valamelyikében megtalálja a múltbéli kísértetnő vagy a jelenlegi valódi nő létezésének tárgyi bizonyítékait. Eszébe jutott, hogy Gerald gondatlanul otthagyta a kulcsait a lenti pohárszéken. Felhozta és sorra végigpróbálta valamennyit. A harmadik kulcs illett az íróasztal fiókba. Elix hevesen kirántotta. Csekkönyv volt benne, tömött bankjegy tárca, a fiók mélyén pedig egy szalaggal átkötött levélköteg. Rávetette magát a szalagra. Azután mély forró pír lepte el az arcát, visszadobta a levélcsomót a fiókba, betolta, bezárta. Mert a leveleket egytől egyik ő maga írta Gerard Martinnak még a házasságuk előtt. Most a fiókos szekrének szentelte figyelmét, Habár inkább csak azért, hogy megnyugtassa magát, nem hagyott ki semmit, de már egyáltalán nem várta, hogy talál valamit. Kinyitotta, kihúzta a fiókot. Nem volt benne semmi egyéb, csak egy csomó régi, mocskos, fakó újságkivágás. Erix megkönnyebbülten felsóhajtott. De azért belepillantott az újságkivágásokba, vajon mi érdekelhette annyira Geráldot, hogy őrizgeti ezt a poros köteget. Szinte mindegyik kivágás amerikai újságból származott, körülbelül hét esztendősek voltak, és egy hírhet házasság szédelgő és bigámista, a francia származású Charles Le Maître bűnperével foglalkoztak. A férfit azzal gyanúsították, hogy eltette lábalól feleségeit. Az egyik házban, amelyet egykor Le Maître bérelt, a padló alatt egy csontvázat találtak, és a legtöbb nő, akit elvett, nyomtalanul eltűnt. Elix emlékezett, mekkora portfert fel az ügy annak idején, és még nagyobb szenzáció volt, amikor vagy három év múlva lömet megszökött a börtönből. Soha sem jutottak a nyomára. Az angol újságok akkoriban hosszasan cikkeztek róla, hogy milyen lenyűgöző egyéniség volt az az ember, és milyen különleges hatalma volt a nők fölött. Megírták azt is, hogy milyen jeleneteket rendezett a bíróság előtt, milyen szenvedélyesen hirdette ártatlanságát, és hogy olykor elvesztette az eszméletét. Ennek valójában az orvosok véleménye szerint szívgyöngesség volt az oka, bár a közvélemény szívesebben magyarázta egyszerűen Lömetr remek színészi képességeivel a dolgot. Elix megnézte az egyik újságban Lömetr képét. Érdeklődve tanulmányozta. Hosszú szakállas. Tudós képű úr. Kire emlékezteti ez a kép? Hirtelen nagy megdöbbenésére rájött, hogy Geraldra. A szem, a szemöldök, a homlok nagyon hasonlít. <laughs> Bizonyára ezért tette el az újságkivágásokat. Elig szeme a kép melletti szövegre vándorolt. A vádlott zsebnaptárában bizonyos dátumok voltak, olvasta. Feltételezték, hogy azokat az időpontokat jelzik, amikor Lömet eltette lábalul áldozatait. Azután egy nő tett vallomást, azonosította a vádlottat a bal tenyér tövében a csuklóján levő anyajegyről. Elix kezéből kiesett az újság. Gerald bal csuklóján épp a tenyér tövében apró sebb hely van. Forgott, forgott a világ. Gerald Martin azonos sárlömetrel. Tudta és hitte egy szempillantás alatt. Összefüggéstelen töredékek örvénylettek az agyában, mint a kirakós rejtvény helyreilleszkedő darabkái. A ház ára, az ő pénze csak az övé, a kötvényei, amelyeket Geraldra bízott. Még az álma igazi jelentőségét is értette már, Mélyen a tudattalannyában mindig félt férjétől. Menekülni akart előle, és ez a tudatalatti énje Dick Windifordnál keresett segítséget. Igen, ő lömet soron következő áldozata. Lehet, hogy hamar, nagyon hamar. Szinte felkiáltott, mert eszébe jutott valami. Szerda, 21 órakor. A pince, ahol oly könnyű felszedni a macska köveket egyszer már egy áldozatát pincébe temette el. Mindent kitervelt szerda estére, de hogy módszeresen előre leírja a téboly, nem, de hogy nagyon is logikus, Gerard mindig is gondosan vezette előjegyzési naptárát, a gyilkosság neki épp oly üzleti elfoglaltság, mint akármi más. Elix a homlokára szorította a tenyerét. De mi mentette meg szerdán este 21 órakor? Mi menthette meg? Talán Gerald szíve megenyhült az utolsó pillanatban? Nem. Elix agyában már villant is a válasz. Az öreg Thomas. Most már értette férje dühöngését, hiszen kétségtelenül előkészítette a talajt, akivel találkozott mindenkinek elmesélte, hogy másnap Londonba utaznak. Aztán a kertész fáratlanul eljött dolgozni, megemlítette ezt a London ügyet, és ő megcáfolta. Ezért aznap este nagyon kockázatos lett volna végezni vele, hát ha a vén ember elmeséli valakinek, hogy miről beszélgettek. Micsoda megmenekülés. Ha ő nem említi Gerardnak ezt a jelentéktelen dolgot, Elix megborzongott. De most nincs veszteni való idő. Azonnal el kell mennie, még mielőtt Gerard hazaér. Gyorsan visszatette az újságkivágásokat a fiókba, betolta, bezárta. Aztán megmerevedett, mintha a kövé vált volna. Meghallotta, mint csikordul a kertkapu. A férje hazaért. Elix lábújhegyen az ablakhoz osont, és a függöny takarása mögül kinézett. Igen, a férje az. Mosolyog és dúdolgat magában. Kezében egy tárgy, amelynek láttán Elixnek egy pillanatra elállt a szívverése. Egy vadonatúj ásó. Ma este akarja megtenni. De még van remény. Geráld egyre dudolgatva elment a kert felé. Elix egy pillanatnyi tétovázás nélkül lefutott a lépcsőn ki a házból, de alig lépett ki az ajtó, már jött is a férje. Ahó! Oh, szólt Geráld. Hová futsz ilyen lélegszakadva? Elix kétségbe esetten igyekezett nyugalmat erőltetni magára. Ezt az alkalmat ugyan elszalasztotta, de ha vigyáz, ha nem kelti fel Geráld gyanúját, még nincs veszve minden. Talán nincs. Csak el akartam sétálni az ösvény végéig, meg vissza, mondta. A hangját még ő maga is reszketegnek, bizonytalannak hallotta. Pompás, mondta Geráld, megyek veled én is. Ne, e, igazán, Geráld, olyan ideges vagyok, fáj a fejem, szeretnék inkább egyedül menni. Geráld figyelmesen nézett rá, mintha gyanakvás villant volna a szemében. Nekem pedig hiába is mondod, hogy nem kellek neked, jelentette ki könnyedén. Kellek, nem kellek, veled tartok. Elix nem mert tovább ellenkezni. Ha Gerard megsejti, hogy ő tudja... Nagy nehezen magára erőltette rendes modorát. Kényelmetlenül érezte, hogy férje időnként rárásandít, mintha nem volna egészen nyugodt. Nem sikerült elaltatni a Gerald gyanúját. Amikor visszaértek a házba, Gerald egy pillanatra sem hagyta magára. Vele ment a konyhába, segített behozni a vacsorát. Elix úgy érezte, egy falat sem megy le a torkán, de erőltette az evést, még vidámnak és természetesnek is igyekezett látszani. Tudta, hogy most az életért harcol. Egyedül van ezzel az emberrel. Mérföldekre minden segítségtől kényre, kedvre kiszolgáltatva neki. Egyetlen lehetősége, ha sikerül elaltatni a Gerald gyanúját, hogy magára hagyja néhány percre. Ez talán elég, hogy a telefonhoz menjen a holba és segítséget hívjon. Most már ez az egyetlen reménye eszébe jutott, hogy Gerald szerdán felhagyott a tervével az öreg kertész miatt. Mi lenne, ha azt mondaná neki, hogy Dick Windyford eljön ide ma este? A mondat ott volt a nyelvehegyén, de aztán nem mondta ki. Ezt az embert másodszor már nem lehet eltéríteni. Olyan határozottság, olyan újongás van a nyugalma mögött, hogy majd majdnem rosszul lett tőle. Csak sietetné a dolgot. Itt helyben meggyilkolná őt, aztán nyugodtan felhívná Dick Windifordot és közölni, hogy Elixnek sajnos el kellett utaznia. Jaj, csak Dick Windiford mégis eljönne ma este. Jaj, ha Dick... Hirtelen ötlet villant Elix agyába. Gyors oldalpillantást vetett férjére, mintha attól tartana, hogy Gerard a gondolataiba lát. Hogy kitervelt valamit, a bátorsága is visszatért. Oly természetes lett a modora, hogy maga is csodálkozott. Megfőzte a kávét, és kivitte a tornácra, ahol gyakran üldögéltek szép estéken. Egyébként, szólalt meg hirtelen Gerard, később megcsináljuk azokat a fényképeket. Elix érezte, hogy hideg fut végig a hátán, de könnyedén válaszolt. Nem tudnád egyedül megcsinálni? Kicsit fáradt vagyok ma este. Nem tart soká, és megígérhetem, hogy utána nem leszel fáradt. Láthatólag szórakoztatta, amit mondott. Elix megborzongott. Most, vagy soha? Végre kell hajtani a tervét. Felállt. M Megyek, telefonálok gyorsan a hentesnek, jelentette könnyedén. Maradj csak. A hentesnek? Ilyenkor este mindjárt fél kilenc. Nem az üzletbe, csacsikám. A lakására. Holnap szombat, úgyhogy meg akarom kérni, hozzon fel egy pár szép borjú karajt korán reggel, mielőtt még valaki elhalászna előlem. Besietett a házba, becsukta maga mögött az ajtót. Hallotta, mint Gerard utána szól. Ne csukd be az ajtót! És már készen állt a könnyed válasz. Bejönnek azok az utálatos bogarak. Utálom a bogarakat. Félsz talán, hogy kezdek a mészárossal, csacsikám? Mihelyt bent volt, felkapta a telefonkajlót és tárcsázta a fogadó számát. Rögtön megkapta. Mr. Windyford ott van még? Beszélhetnék vele? Azután a szíve kegyetlenül megdobbant. Kinyílt az ajtó, Gerard belépett a halba. Ugyan, Gerard, eredj már, mondta Elix nyűgösen. Utálom, ha hallgatják, mikor telefonálok. De Gerard csak nevetett és ledobta magát egy székbe. Biztos, hogy a mészárosnak telefonálsz? Elix kétségbe esett. A terv füstbe ment. Egy pillanat múlva Dikka telefonnál lesz. Tegye mindent kockára és kiabáljon segítségért. És aztán miközben idegesen babrálta a régi módi telefonkagylónak gombot, amelynek lenyomásával hallható, elengedésével pedig nem hallható a vonal másik végén a hangja, erről hirtelen újabb lehetőség villant az eszébe. Nehéz lesz, gondolta Elix. Nagyon kell vigyáznom, csak a megfelelő szavakat mondhatom, a gombot a megfelelő pillanatban kell lenyomnom, vagy elengednem. Nem szabad hibáznom. Azt hiszem meg tudom csinálni, meg kell csinálnom. És ebben a pillanatban a vonal túlsó végén felcsendült Dick Windy hangja. Elix mély lélegzetet vett. Aztán lenyomta a gombot, és megszólalt. Halló itt, Mrs. Martina Fülemüle villából. Kérem, jöjjön ide, itt elengedte a gombot. Holnap reggel és hozzon hat szép borjuk a rajt, megint lenyomta a gombot. Nagyon fontos, elengedte. Nagyon köszönöm, és ne haragudjon, hogy ilyen későn hívtam, de az a borjukaraj igazán lenyomta. Élet, halál kérdése, elengedte. Nagyon jó, szóval holnap reggel lenyomta. Amilyen hamar csak tud! Azután letette a kagylót, és szembefordult a férjével. Nehezen szedte a levegőt. – Hát így beszélnek egyesek a mély szárossal, ha? – kérdezte Geráld. – Mi nők már csak ilyenek vagyunk – mondta Elix könnyedén. Ford benne az izgalom. – Nem fogod gyanút. – És Dick Windy Ford még ha nem is érti, eljön biztosan. Bement a nappali szobába, és meggyújtotta a villanyt. Gerard utána ment. – De jó kedved lett egyszerre! – mondta, és kíváncsian szemlélte a feleségét. – Bizony! – mondta Alex. – Már nem fáj a fejem! – Leült a megszokott helyére, és a férjére mosolygott, aki szintén letelepedett rendes helyére, vele szem közt. Még csak öt perc múlva fél kilenc. Megmenekült. Kilencig dig bőven ideér. Nem igen ízlett ma este az a kávé, amit adtál, panaszkodott Gerard. Keserű volt. Újfajta kávét próbáltam ki, ha nem ízlik máskor, nem veszek ilyet édes. Elix felemelte kézi munkáját, és hímezgetni kezdett. Gerard olvasott néhány oldalt. Aztán az órára pillantott, és félretette a könyvet. Fél kilenc, ideje lemenni a pincébe és munkához látni. Elix kezéből kicsúszott a hímzés. Még nem, várjunk kilencig. Nem, Elix, fél kilencre tűztem ki. Annál korábban térhetsz nyugovóra. De én szívesebben várnék kilencig, Gerald, igazán. Tudod, ha kitűzök egy időpontot, ahhoz ragaszkodom. Gyerünk, drágaságom, egy percig sem várok tovább. Elix felnézett rá, és elöntötte a rémület. Lehult az állarc. Gerald keze remegett, szeme ragyogott, szüntelenül gyalogatta száraz ajkát. Már nem is igyekezett leplezni izgalmát. Elix azt gondolta, nem bír magával, mint az őrült olyan. Gerald nagy léptekkel odacörtetett hozzá, és vállánál fogva ferrántotta: Györünk, szépségem, vagy viszlek erőszakkal! Elix végső erőfeszítéssel kiszabadította magát és a falhoz hátrált. Ne, Gerard, ne! kezét maga elé tartotta, hogy elhárítsa a férfit. Gerard, várj! valamit el kell neked mondanom, valamit be akarok vallani! Gerard megállt. Bevallani? kérdezte kíváncsian. Igen, bevallani! azt mondta, ami éppen az eszébe jutott. Lélekszakadva folytatta, igyekezett fogva tartani a férje figyelmét. Megvető kifejezés suhant át Gerard arcán. Valami régi szerelem, biztosan, mondta gúnyosan. Nem, mondta Elix. Egészen más. Te bizonyára, igen, te büntetnek mondanád. És egyszerre látta, hogy a megfelelő hangot ütötte meg. Gerard figyelme újból rabul esett. Ennek látán Elix bátorsága visszatért. Megint ura volt a helyzetnek. – Őj vissza! – mondta nyugodtan. Ő is visszament a helyére és leült, még a himzésért is lehajolt és felvette. De nyugalma mögött lázasan járt az agya, mert a kitalált történetnek le kell kötnie Gerált figyelmét, míg segítség nem érkezik. Um, azt mondtam neked – kezdte lassan – hogy 15 évig voltam gyors és gépíró Ez nem egészen igaz volt két megszakítás. Az első 22 éves koromban megismerkedtem egy férfival, idősebb ember volt, meglehetősen jó módú. Belém szeretett és megkérte a kezemet. Igen, mondtam, összeházasodtunk. Életbiztosítást köttettem vele az én javamra. Hirtelen érdeklődés villant Gerált szemében. Elix megújult nyugalommal folytatta. A háború alatt egy darabig egy kórház tárában dolgoztam. Mindenféle kábítószerhez, ritka méreghez hozzáférhettem. Kisimította a himzés, nézegette. Geráld most már leplezetlen kíváncsisággal hallgatja, az bizonyos. A gyilkos bizonyára érdekli a gyilkosság. Lopva az órára pillantott, öt perccel múlt fél kilenc. Van egy bizonyos méreg, jelentéktelen fehér por. Egyetlen csipetnyi belőle halálos adag. Értesz valamelyest a mérgekhez? Kisé félvetette fel a kérdést. Ha Gerald ért hozzá, óvatosan kell folytatnia. Nem, mondta Gerald. Jóformán semmit. Elix megkönnyebbültem fellélegzett. De a híos színról talán hallottál. Biztosan haláltokhoz, és nem lehet kimutatni a szervezetben. Minden orvos szívgyengeséget állapítana meg. Elloptam belőle egy keveset, és elrejtettem. Elhallgatott, erőt gyűjtött. Folytasd, mondta Geráld. Nem, félek. Nem tudom elmondani, majd máskor. Most, mondta türelmetlenül Geráld. Hallani akarom. Egy hónapja voltunk már házasok. Nagyon jó voltam az én idős férjemhez. Gyengéd, odaadó párja voltam. Dicsért is fűnek fának. Mindenki tudta, milyen példás feleség vagyok. Este mindig magam főztem a kávéját. Egyszer vacsora után, amikor kettesben üldögéltünk, a halálos méregből egy csipetnyit a kávés csészéjébe tettem. Elix elhallgatott, és nagy figyelemmel új fonalat fűzött a tűbe. Ő, aki életében sohasem színészkedett, a világ legnagyobb színésznőjével is felvehette volna a versenyt ebben a pillanatban. Valósággal átélte a hidegvérű gyilkos szerepét. Nagyon békés halála volt. Figyeltem egész idő alatt. Egyszer levegőért kapott. Kinyitottam az ablakot. Aztán azt mondta, nem tud megmozdulni a székben. És azután meghalt. Elhallgatott, mosolygott. Háromnegyed kilenc. Most már mindjárt itt lesz. Mennyi, kérdezte Geráld, mennyi volt az a biztosítási összeg? Körülbelül 2000 font. Tőzsdén játszottam vele, és elvesztettem. Visszamentem dolgozni az irodába, de nem akartam sokáig ott maradni. Megismerkedtem egy másik férfival. Fiatalabb volt, mint az első, meglehetősen jóképű és jó módú ő is csendben esküdtünk. Nem akart életbiztosítást kötni, de persze az én javamra végrendelkezett. Ő is szerette, ha én magam készítem el esténként a kávéját, épp úgy, mint az első férjem. Elix beleszúrta a tűt a kelmébe. Nagyon jó kávét főzök, mondta. Néhány pillanatig csendben öltögetett. Sok jó barátom volt a faluban, ahol éltünk, Mindenki nagyon sajnált, amikor a férjem hirtelen meghalt szívgyengeségben egy este vacsora után. Megitta a kávéját, és azután meghalt. Az orvos nem nagyon tetszett nekem. Nem hiszem, hogy gyanakodott rám, de minden esetre meglepte a férjem hirtelen halála. Nem is tudom, miért mentem végül vissza az irodába. Hm, biztosan a megszokás. A második férjem körülbelül négyezer fontot hagyott rám. <laughs> Ezúttal kerültem a tőzsdét. Kötvényeket vásároltam. Aztán, de nem folytathatta. Gerard Martin vértolulásos arccal fuldokolva rászegezte reszkető ujját. A kávé! Uramisten! A kávé! Elix rábámult. Mi? Már értem, miért volt keserű. Te... Átkozott gyilkos! Gerald két nagy keze megmarkolta a széke karfáját, hogy felálljon. Megmérgeztél! Elix dermedten ült. Rémülten tagadásra akarta nyitni a száját, azután megállt. Még egy másodperc, és a férfi ráveti magát, torkon ragadja. Elix összeszedte minden erejét. Pillantása parancsolóan furrodott Gerald szemébe. Igen! megmérgeztelek. Már hat is a méreg. Már nem is tudsz felállni a székből. Nem tudsz megmozdulni. Ha ott tarthatnál, még egy pár percig. Igen, csikordul a kapu. Sietős léptek a kerti ösvényen. Nem tudsz megmozdulni, ismételte Elix. Azután székét felborítva, hanyat homlok menekült a szobából, és félájultan vetette magát Dick Windyford karjába. – Úristen, Elix! – kiáltott fel a fiatalember, és szorosan magához ölelte. Azután a rendőrhöz fordult, aki vele jött. – Menjen be, kérem, nézze meg, mi történt abban a szobában! Elixet óvatosan lefektette a heverőre, és fölé hajolt. – Szegénykém! – suttogta. – Szegény drágám, mit csinált magával? Elix szemhéja megrebbent, Ajka dik nevét mormolta arra riadt, hogy a rendőr megérinti a karját. Nincs más abban a szobában, uram, csak egy férfi ül egy székben. Úgy nézem, valami nagy ijegység érhette, és... És? Hát, uram, az illető meghalt. Mindketten összerezzentek Elix hangjára. Úgy szólt, mintha álmában beszélne. A szeme még akkor is csukva. És azután mondta, mintha csak idézne valamiből. Azután meghalt.